Egy kupac az elhagyatott réten. Van valahol egy elhagyatott rét. A rét közepén áll egy kupac. Szerény és egyszerű kupac, mint meg annyi más kupac a földkerekén. Vagyis csak majdnem. Mert ebben a kupacban 7 kufli lakik. Zödön, Pofánka, Titus, Hilda, Valér, Béla Bá, meg Fityirc. Így hívják őket. Zödön a legzöldebb, Pofánka a legpirosabb, Titus a legsárgább, Hilda a leglilább, Valér a legkékebb, Béla Bá a legbarnább, Fityirc meg a legszürkébb, mert annak is lennie kell valakinek. Egykoron a kupac üres volt. Nem lakott benne egyetlen kufli sem. Körben a réten dúsan nőtt a vadzab, a vadsóska, a vadspenót, a vadmarcipán, a vadkavics, a vadradír, meg más hasonló növények. Még nem aztán egy éjjel, mikor éppen dühötten süvített a dermesztő északi szél, egy csapat didergő kufli tűnt fel a láthatáron. Valószínűleg túl régóta vándoroltak már ebben a rémes időben. Egyáltalán nem csoda hát, hogy megörültek a kupacnak. Végre! Volt egy hely, ahol meghúzhatják magukat. Egyikük még néhány száraz faágat is talált, amiből tüzet tudtak rakni. Legalább megsütjük rajta a krumplinkat, gondolták a kuflik. Ez az egy dolog volt náluk, egy jó nagy krumpli, semmi egyéb. Mikor elaludtak, álmukban boldogan kergetőztek a napsütött teréten. Reggelre kelve aztán eldöntötték. Nem mennek innen tovább egy tapottat sem, mert ezentúl ez lesz az otthonuk. A kuflik többször is körbeugrálták, és minden oldalról jó alaposan megnézték a kupacot. Mindenhonnan nagyon tetszett nekik. Kiváló kupac, pont nekünk való! Kiáltották boldogan. Rögtön elő is vették a zsebásóikat, hogy munkához lássanak. Ja igen, mert zsebásó is volt náluk, ezt elfelejtettem mondani. Egy kuflinál mindig kell, hogy legyen zsebásó, amivel szükség esetén kufli üreget tud ásni magának. Egy kényelmes kufli üreg körülbelül ekkora. Hiszen nem csak a kuflinak kell elférnie benne, hanem, ha úgy adódik, mindenféle egyéb dolognak is. Azzal dolgozni kezdtek. Eleinte mindannyian egyformán jól haladtak az ásással. Na jó, Zödön egy kicsikét gyorsabban, mert ő volt a legerősebb. Béla Bá meg talán egy icipicit lassabban, mert ő meg a legöregebb volt. Ne ássunk egy kicsit helyetted, kérdezték tőle a többiek. Ugyan már, hová gondoltak? Tiltakozott Béla Bá, de azért jól esett neki, hogy megkérdezték. Délutánra járt, mire elkészültek. A kupac tele volt szebbnél szebb kufli üregekkel. A legnagyobbat Zödön ásta, a legkisebbet meg Pofánka, a legkerekebbet Hilda, a legszögletesebbet Titus, a legegyenesebbet Valér, a leggörbébbet Béla Bá. Fityircé meg mindegyikére hasonlított egy kicsit. Olyan lett a kupac, mint egy nagy, csupaluk sajt. Már csak az ajtók hiányoztak. Falevélből lehet a legjobb ajtót készíteni egy kufli üreg bejáratára. Na persze, nem mindegy, hogy milyen az a levél.
Az se jó, ha túl kicsi, az se jó, ha túl nagy, az se jó, ha túl hullámos, az se jó, ha túl cikcakkos. Ha meg szúrós, na, az végképp nem az igazi. Szerencsére az elhagyatott réten nőtt mindenféle érdekes növény. Így aztán nem csoda, hogy rövid keresés után mindegyik kufli talált olyan levelet, ami pont illett az ürege bejáratára. Még fityérc is. Na minden itt, bólogattak elismerően. Szemrevaló kufli kupac lett, az már biztos. Lassan bealkonyodott. Nagyon szép volt innen az elhagyatott rét. Milyen más így? A saját kupacunkról nézve, gondolták a kuflik. És ebben bizony igazuk volt. Aztán az égen felhunyorogtak a kíváncsi csillagok, mert leszállt az est. Ne haragudj, kicsit megfáztam. Álmomban egy kupac fagylaltba ástam kufli üreget. Sose együnk gombát reggelire. Pompás nyári reggel volt. Az égen, mint egy óriási, jókedvű sütemény mosolygott a nap. Erről a kufliknak rögtön eszébe is jutott, hogy mennyire éhesek. Nincs itt valahol egy büfé, kérdezte Zödön álmos hangon. Ez egy elhagyatott ré. Emlékeztette Fityirc. Magunknak kell ennivalót keresnünk. Elmegyek gombát szedni? Ugrott fel Pofánka. A többieknek azonnal megtetszett az ötlet. Mindannyian szívesebben pihentek még egy keveset a langyos napsütésben, semhogy a réten csatangoljanak föl alá, és gombákat keresgéljenek a harmatos fűben. Kiváló gombászó idő volt. Se nem túl felhős, se nem túl napsütéses. Nem is füllett, de nem is túl szeles. Nyírkosnak sem nyírkos, de nem is szárazabb a kelleténél. Egy szóval, jó idő volt, na. Alig ugrándozott egy keveset, Pofánka már is észrevett a fűben néhány gyönyörű, színes kalapgombát. Jaj, de jó! Kiáltott boldogan, és már nyúlt is volna az egyikért, hogy leszedje. Vigyázz velem! Szólalt meg ekkor a gomba. Varázsgomba vagyok. Ha eszel belőlem, mókus alakú léggömbé változol. Nem hiszem, mondta Pofánka. Próbáld ki! Vonta meg vállát a gomba. A gombáknak nincs is válluk, gondolta Pofánka, azzal beleharapott a gomba kalapjába. Közben a többi kufli egyre éhesebb lett. Hol lehet Pofánka? Kérdezgették egymást aggodalmasan. Megnézem, nem történt-e vele valami baj? Mondta végül Titusz. És így is tett. Igen ám, de hasztalan ugrált fel alá az elhagyatott réten Pofánkát, nem találta sehol. Szia! Nem láttál erre felé egy gombászó kufli lányt? Kérdezte egy rét felett lebegő, hatalmas, piros mókustól. Én vagyok az! Válaszolta a mókus. Egyáltalán nem vagy vicces, mondta bosszúsan Titusz. Nem tréfál, tényleg ő az? Szólalt meg ekkor egy gomba a fű közül. Evett a kalapomból, ezért változott léggömbé. Hamarosan visszaváltozik, legyintett a gomba könnyedén. Csak egészen keveset evett belőlem. Úgy látszik, más reggeli után kell néznünk, állapította meg Titusz szomorúan. Megfogta hát a léggömb zsinórját, és tovább ugrándozott a harmatos fűben. Hirtelen megtorpant egy táblánál, ami nagy betűkkel ez állt. A rét közepe. Nézd körül, Pofánka! Hát, ha fentről meglátsz valamit, amivel megtömhetjük a hasunkat. Pofánka libbent egyet, és körbe pillantott. A következőket látta.
Jobbra egy csomó zöldellő vacsóska bokor, balra egy sárga vadrépaföld. A láthatáron barna vadzabot lenget a szél. Ha erre nézett, égszínkék vadkrumpli cserjék. Ha arra nézett, két pirosló vadalmafa hátrafordult, egészen közel érett vadmarcipánok lilulnak. A távolban meg! Na, ott történetesen nem volt semmi érdekes. Az ám, de ebben a pillanatban Pofánka csiribá! Visszaváltozott kuflivá. Még szerencse, hogy volt időm körülnézni. Mondta, miután szuszogva feltápászkodott a harmatos fűből. Azzal siettek is, hogy megvigyék a jó hírt éhes barátaiknak. Vacsóska? Vadrépa? Vadzab? Vadkrumpli? Vadalma? Vadmarcipán? Kiáltozták elképedve. Pofánka gyorsan elővette féltve őrzött zsírkréta készletét, és lerajzolta nekik, hogy mit látott odaföntről. Egész ügyes rajz lett, úgyhogy most már az összes kufli tudta, merre induljon reggelizni. Zödön a vacsós kabokrok felé, Titusz a vadrépaföldre, Bélabá oda, ahol vadzabot lenget a szél, Valér a vadkrumpli ligetbe, Hilda a vadalmafákhoz, Pofánka meg, nos, ő oda, ahol a vadmarcipán terem. Ja, és Fityírc meg sorban az összes helyre, mert hogy mindegyiket meg akarta kóstolni. Az összes kufli talált hát valami fogára valót. Nem csoda, hogy mindannyian degeszre ették magukat. Csak hevertek a fűben a kupac körül, és szuszogtak elégedetten. Nem volt kérdés, hogy egész nap ez lesz a program. Heverészés, megszuszogás. Így aztán sok mesélnivaló már nincs is erről a napról. Talán csak annyi, hogy Pofánka megígérte nekik, mindenkinek lemásolja majd a rajzát kicsiben, hogy tudják, mit merre találnak, ha ismét megéheznének. Ez legkésőbb kora délutánra volt várható. De aztán tényleg nem volt más. Csak lustálkodás. Napestig. Pofánka, légy szíves, azt is rajzold rá. Hol teremnek a varázsgombák? A kuflik és a nagy eső. Ez a nap is úgy kezdődött, mint a többi. A kufli gondtalanul heverésztek kupacuk napsütötte tetején. Esni fog, állapította meg Bélabá. Ugyan már? Legyintettek a többiek. Hé! Végül Bélabának lett igaza. Csöpögni kezdett az eső, majd zuhogni. Aztán pedig már úgy ömlött a víz az égből, mintha egyszerre legalább 1000 csapot nyitottak volna ki a felhők felé. Biztos véget ér nem sokára ez az eső, gondolták bizakodva. De sajnos nem így történt. Az esőnek esze ágában sem volt abbahagyni, a tócsák pedig egyre nagyobbra lőttek. Az elhagyatott rét lassan olyan lett akár egy hatalmas tó. A kupac pedig mint egy magányos sziget a tó közepén. Mi lesz így velünk? Kérdezgették egymástól rémülten a kuflik. Volt is ok az aggodalomra. A víz egyre jobban emelkedett a kupac körül. Először Bélabá üregét öntött el, utána Zödönét, és Fityircét is. Aztán meg olyan szegény Hildáit. Igen ám, de délutára Titusz és Valér üregébe is befolyt a víz. Szerencséd van, hogy ilyen magasra költöztél, mondták a kuflik Pofánkának. Ekkor már csak egy egészen kicsi hely volt a kupac legtetején. Gyorsan elő is vették praktikus zsebernyőiket. Hildáé lila volt kék csíkokkal, Pofánkáé rózsaszín és piros pöttyös, Titusé sárga csíkos, Zödöné zöld lila mintás, Bélabáé barna kockás, Valéré kék és piros, Fityircé meg. Nos, az övé olyan mindenféle színű. Így álltak fent a kupac tetején titelegve.
Attól félek, nem maradhatunk tovább, kedves kupacunkon, sóhajtott Hilda. Valami szárazabb helyet kell keresnünk magunknak. Jaj, nekünk, siránkozott Fityirc, hiszen nem is tudunk úszni. Nem is kell, mutatott ekkor a vízre Titus. Evezni fogunk. És valóban, a hullámok egy csomó érdekes csónaknak való dolgot sodortak a közelükbe. Szerencsére mindegyik kufli talált köztük magának valót. Rövid keresgélés után még Fityirc is. Vízre szálltak hát. Szomorúan búcsút intettek elárasztott kupacuknak, aztán evezni kezdtek. Ahogy végignéztek a tóvá változott réten, látták, hogy nincsenek egyedül. Mások sem jártak sokkal szerencsésebben, mint ők. Hová, hová, cimborák! Kiáltott oda nekik ekkor egy idős, ám derűs kedélyű vízipatkány. Új kupacot keresünk magunknak, válaszolta neki Titus. A régit teljesen elárasztotta a víz. Tudhatátok, hogy nincs több kupac az elhagyatott réten, mondta a vízipatkány. Gyertek inkább, segítsetek kihúzni a dugaszt. A kuflik értetlenül bámultak rá. Ha megtelik vízzel a rét, a dugaszt ki kell húzni a nagy kerek lefolyóból. És akkor hip-hop, eltűnik a víz, magyarázta a patkány. Ennyi az egész, értitek, mint egy kádban. Szerintetek látott már valaha is kádat ez a patkány? Kérdezte suttogva Pofánka. Nem úgy néz ki, mint aki gyakran fürdik. Ha látott, ha nem, nincs mit tenni. Vele kell tartanunk, mondta meg a vállát Titus. Így is tettek. A patkány kis csónakával hol jobbra, hol balra kanyargott a vízen. Olyan gyorsan evezett, hogy a kuflik alig bírtak a nyomában maradni. Hoppá! Kiáltott fel egyszer csak a patkány. Alig, hanem megérkeztünk. És most mi lesz? Kérdezte óvatosan Fityirc. Mi lenne? Kihúzzátok a dugaszt, mondta a vízipatkány. A legerősebb fogja a láncot, a többiek meg segítenek neki. Mindenki zödörre pillantott. És te mit csinálsz? Fordult Valér a vízipatkányhoz. Én majd vezényelek. Ahhoz ész is kell, nem csak erő. Háromra kezdhetitek. Egy, kettő, három. A kuflik teljes erőből nekiveselkedtek. Megmenekültünk, éjjeneztek a kuflik. Alig várták, hogy újra lássák kedves kupacukat. Sietve elköszöntek a vízipatkánytól, és útra keltek. Bocsi! Mire hazaértek, tetőtől talpig sárosak lettek mindannyian. Sárosak, de boldogok. Lesz mit takarítanunk? Nézett körbe Hilda a kupac tetejéről. A kuflik kihorták elázott holmiaikat a kufli üregekből. Béla bámolyrágta nyakkendőit, Zödön a szotyolahéjjal töltött gyógypárnáit, Pofánka pedig a kukac mintás sejemlegyezőjét, Hilda a vicces színű művirágait, Titus a villamos jegygyűjteményét, Valér egy furcsa alakú dobozt, amiben egyszer szeretett volna majd tartani valamit, Fityirc pedig egy fél pár csíkos frotírzoknit, mivel egyebe nem volt. Vagy mégis? Mindent kiraktak a napra, hogy jó gyorsan megszáradjon. Aztán maguk is elheveredtek a kupac oldalán, hogy átjárja őket a napmelege. Minden olyan, mint reggel, csak mégsem, állapította meg Pofánka. Meg mi egyéb? Dörmögte Zödön. És ez annyira igaz volt, hogy többet már nem is mondott senki aznap délután. Hú, lehet, hogy ezt álmodom. Vagy tényleg csónakban ülök.